Jó estét kívánok! Május első hétvégéjén köszöntöm a Selvári Televízió nézőit. Hírek 7-kor című közéleti magazinunkban ma is az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről számolunk be, de jelentkezünk háttéranyagokkal, érdekességekkel, ajánlókkal és helyi vonatkozású sporthírekkel is. Elsőként következzen május 6-ai adásunk képes tartalomjegyzéke. Közel 1 milliárd forint értékben kapott Selvár uniós forrás több beruházásának a megvalósítására. A Selvári TDM iroda lett az ország első kutyabarát TDM-je, a cím átadásán négylábú kedvencek is voltak. Közlekedésbiztonsági akció volt a Selvári Ipari Parkban, tanácsokat és láthatósági mellényt osztottak a rendőrök. Május 22-éig kell benyújtani a 2016-os személyi jövedelmekről a bevallást, több mint 4 millió emberét a NAV készítette el. Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Németh Zsolt önkormányzati képviselővel tartott fórumot. Idén 7. alkalommal állították fel a város civil szervezetei és intézményei a Május faligetet. A Nádasdy vár folyosó galériájában nyílt meg a Selvári Fotóklub Egyesület Képről képre című kiállítása. A Reformáció 500 emlékév Selvári programsorozatában Kátai Zoltán lépett fel a múzeum dísztermében. Április 21-én ismét megrendezte a Selvári Csicsergő óvoda a Selvári Nemzetközi Óvoda játékokat. Második helyen végzett az MB2-es férfi teke csapatbajnokságban a Kinizsi Kégolyó csapata. Közel 1 milliárd forint értékben kapott Selvár uniós forrást több beruházásának a megvalósítására. Selvár pályázati támogatást nyert a bölcsőde, a gondozási központ és a Hilt Park felújítására, továbbá a zeneháza megépítésére. A megyeházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be a területi operatív program TOP pályázatainak Vas megyei nyertesei. A megye országgyűlési képviselőinek, a megyei önkormányzat vezetőinek és a városok polgármesterei jelenlétében tartott tájékoztatón kiderül, 65 település 104 pályázata nyert a TOP megyei elsőkörös pályázatain a rendelkezésre álló 21 milliárd forinti támogatási összegből. Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei közgyűlés alelnöke elmondta, történelmi fejlesztés várható, amely az egész megyére hatással lesz. V. Németh Zsolt, a hármaszámú választókerület országgyűlési képviselője, vidékfejlesztési államtitkár a bejelentésen hangsúlyozta. A topos pályázatok esetén fontos elvárás volt, hogy ne törje meg a már működő oktatási, kulturális és közösségi központok lendületét, ugyanakkor a területi kiegyenlítés, szintrehozás is megvalósuljon. Dr. Hende Csaba arról szól, hogy a megyeszékhely nem szakítható el a megyétől, hiszen minden fejlesztés, amely Szombathelyen történik, a megye minden egyes polgárát érinti. Ák Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője, a miniszterelnökség Vas megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztosa úgy fogalmazott, hogy olyan fejlesztéspolitikára törekedett a kormány, hogy minél közelebb kerüljenek a pályázatok a településekhez. A miniszterelnökség miniszteri biztosaként és Vas megye kettesszámú körzetének országgyűlési képviselőjeként nagyon büszke vagyok, hiszen egy komoly, több éves előkészítő munkára tettünk most pontot, legalábbis a munka első részére. Első körben kiértesítésre került számos önkormányzat, hogy a pályázat sikeres tudott lenni, így közel 5 milliárd forint támogatás érkezik abban a 77 településben, amely számomra megtisztelő feladat, hogy én képviselhetem. Számos helyen különböző beruházások fognak elindulni, egészségügyi fejlesztések, turisztikai fejlesztések, emellett természetesen a gazdasági élénkítésről is szó van, közlekedésfejlesztésről is szó van, és természetesen ezek a döntések érintik a választókerület székhelyét, Selvárt is. Azt gondolom, hogy ezek a döntések ismét egy pozitív lökést fognak adni a településnek, amely eddig is már komoly mozgásban van, állandó fejlődés látható. Láthattuk, hogy az év végén döntés született arról, hogy a sportcsarnok több milliárdos pályázati támogatásban részesül, emellett pedig most a TOP is hozzájárul ehhez.
a lendület, tehát nem hagy a láb Sárváron, dolgozunk tovább Sárvárért. Sárvár több jelentős pályázata is nyert. A Cseperedő bölcsőde komplex felújítására 144 millió, a Zöldváros program keretében 250 millió forint a Hilt Park és a környező területek rekonstrukciójára, a gondozási és gyermekjóléti központ bővítésére és felújítására 150 millió, a művészeti iskola mellett épülő zeneháza megépítésére pedig 140 millió forint áll rendelkezésre. A tervek megvalósításának során elsőként a kivitelezőket kell kiválasztani az önkormányzatnak. Óriási dolog történt ma, hiszen bejelentették a topos pályázatok első körének a pályázati nyerteseit, és mi is nagyon sikeresek voltunk, hiszen a gondozási központ, a bölcsőde, akkor a Gércei kerékpárút és még egyéb programok is nyertesek voltak, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve most igazából a startpisztoly eldördült. A mi feladatunk az, hogy egy rövid időn belül megkössük a támogatási pályázatokat, és azt követően megkeressük majd azokat a kivitelezőket, akiket valószínűleg nehezen találunk meg, hiszen mindenki, aki itt volt ma, mindenki nyertes pályázatot tudott beszámolni, és a kivitelezésnek a módozata az még egy bizonyos mértékig kérdéses lesz, hiszen részben a kivitelezőknek a személye, másrészt pedig az a kérdés még azért mégiscsak nyitva áll, hogy vajon azok a pénzek, azok elegendők lesznek az egyes programok befejezéséhez, avagy megengedi majd a kormányzat, hogy legalább a hiányokat saját erő módjára tudjuk pótolni, mert az eredeti kiírásban ez nem szerepelt, viszont a építési beruházásoknál ott valószínű, hogy az árak egy bizonyos mértékig már növekedtek. Ezt a mai bejelentést hány éves előkészítő munka előzte meg, mennyi energiát kellett fektetni a városnak abban, hogy ennyire sikeres tudott lenni ezen a topos pályázaton? Hát az egy kicsit hosszadalmas volt, részben azért, mert a kiírás is ugyanígy egy csomagban jelent meg, tehát egyszerre párhuzamosan 4 vagy 6 programot próbáltunk meg kidolgozni. Körülbelül másfél éves nagyon intenzív munka volt, amikor a pályázatokat elkészítettünk, de van olyan pályázat, például a Zöldváros és a Hilt Park programunk, amely egy kicsit már korábbi. De én azt gondolom, hogy most, amikor sikeres pályázatok eredményeinek kihirdetése van, ezek a fáradalmak elmúlnak, és most már koncentrálni tudunk magára a megvalósításra. A turizmus, az önkormányzati épületek, valamint a helyi programok révén a TOP projekt még rendelkezik tartalékforrással, így újabb pályázatokat is be lehet adni. A múlt héten kaptuk a hírt, hogy a Sárvári TDM iroda lett az ország első kutyabarát TDM irodája. A kutyabarát helycím átadásán 4 lábú kedvencek is alátámasztották az iroda kutyabarát mi voltát. Minősített kutyabarát helyé vált április 28-án a Sárvári TDM iroda. Az országban az első kutyabarát TDM iroda lett a Sárvári. A tanúsítványt Schmidt Zsófia, a kutyabaráthelyek.hu weboldal üzemeltetője adta át Haller Ferencnek, az iroda vezetőjének. Az átadón 2 kedvenc is kipróbálta az iroda számukra nyújtott szolgáltatásait. Ez ötlet igazából a folyamatos fizikai TDM iroda fejlesztése kapcsolatosan jött elő, és hát nyilván unikális is volt, hogy TDM-ek szintjén az elsők voltunk. Voltak bizonyos paraméterek, bizonyos feltételek, amelyek meg kellett felelni, tehát ugye nyilván maga a fogadótérnek alkalmasnak kellett lenni, hogy kis, közép vagy esetleg nagy méretű kutya befogadására alkalmas legyen. Természetesen kellett biztosítani vizet, illetve ételt a kutyáknak, illetve egy pihenő részt, ahol esetleg addig el tudják tölteni az idejüket, ameddig az ideérkező vendégek az információkat megkapják Sárváról, illetve a környékről. A kutyabaráthelyek.hu által kidolgozott minősítési rendszer összhangban áll az ANTS és a NÉBIH vonatkozó jogszabályaival. Egy tiszta, egységes képet ad arról, mi is az, hogy kutyabarát hely. A 2016. júliusában jogerőre emelkedett tanúsítóvédelmi eredményeképpen az adott helyek tulajdonosai, vezetői egy megbízható szakmai iránymutatást, tájékoztatást kapnak, hogyan válhatnak hivatalosan minden hazai szabálynak megfelelő kutyabarát helyén.
Házirendben néhány fontosabb pontként elmondható, hogy, ahogy már említettem korábban is, kis-közép és nagyméretű kutyák számára is alkalmas az iroda, ami fontos, hogy pórázó legyen a kutya, amikor belép az irodába, csippel, illetve oltásokkal is rendelkezzen, amit alkalomottan esetleg el is kérhetünk, nyilván ezzel nem fogunk élni, illetve mindenképp fontos, hogy a vendégtéren kívül a hátsó gazdasági részekre ne menjen be a kutyus. A kutyabarátok legtöbbje szeretne minél több időt tölteni kedvencével. Sokan nyári pihenőjüket is csak olyan helyre tervezik, ahová lehet kis állatokkal is érkezni. Már több szálláshely is tart fenn olyan szobát, ahol a kedvencek is helyet kapnak. Sárver pedig a kutyabarátoknak is jó hely, hiszen a vár vagy a csónakázótó körül is nagy sétákat lehet tenni. Tehát programokat tekintve, ugye, mert Sárvár elég széles palettával bír, elég sok a szabadtéri program is, ezért természetesen szívesen várjuk a kutyabarát vendégeket Sárváron bármilyen szabadtéri programra. Elég színes a program kínálatunk, úgyhogy biztos talál mindenki magának megfelelő programot. Közlekedj biztonságosan munkában, menet és jövet címmel közlekedésbiztonsági akció volt a Sárvári Ipari Parkban. A műszakváltás során a kerékpárral és gyalog érkező dolgozóknak adtak tanácsokat, és láthatósági mellényt a rendőrök. A Sárvári Ipari Parkban tartottak megelőzés jellegű kerékpár ellenőrzést a sárvári rendőrök. A Flextonix Kft. Kerékpárral közlekedő dolgozóit ellenőrizték, a közlekedj biztonságosan munkába menet és jövet elnevezési program keretében. Lámpákat és láthatósági mellényt kaptak az akció során két keréken közlekedők. Az idei évben is folytatódott a Vas megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága által a balesetek megelőzése érdekében életre hívott program. A Sárvári Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti alosztályának munkatársai hívták fel a kerékpárosok figyelmét a balesetmentes közlekedés fontosságára. A tavasz beköszöntével ugyanis egyre többen vannak olyanok, akik kétkerekűvel vesznek részt a közúti forgalomban, és választják közlekedésük eszközeként a munkahelyükre történő eljutásukhoz is. Mondta Vargáné dr. Kovács Veronika rendőralezredes, a Sárvári Rendőrkapitányság rendészeti osztály közlekedés rendészeti alosztályának vezetője. A tavaszi idő beköszöntével mindenki előveszi a kerékpárját a lakás sufniából vagy a pincéből, lepórolja fölül és kerékpározik, több esetben ezzel érkezik a munkába. Itt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ne csak lepórolják azt a kerékpárt, hanem nézzék meg, hogy az megfelelő műszaki állapotban van-e, annak a fékei megfelelően működnek-e, a gumik állapota szintén jó-e, megfelel-e az előírt szabványnak, illetve fel van-e szerelve a megfelelő világító berendezésekkel. A másik nagyon fontos dolog a kerékpár műszaki állapotán kívül a láthatóság, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok szürkületben, ködös időben, sötétben szinte beleolvadnak a környezetükbe. Ezért nagyon kérnék mindenkit, hogy mindenképpen használja a láthatósági mellényt, amelyet ebben az esetben az akció keretében az ide kerékpárral érkezőknek adunk is, illetve a kerékpárosok minden esetben használják a világító berendezést is a kerékpáron, amely szintén megajándékozzuk az ideérkezőket, hiszen ők a közlekedés legsérülékenyebb résztvevői, az ő balesetük esetén szinte teljesen biztos, hogy személyi sérülést fognak szenvedni. A lakott területen kívüli útszakaszon minden esetben kötelező a láthatósági mellénynek a viselése. A gyalogosok a lakott területen kívüli útszakaszon a forgalommal szembe közlekedjenek, és mindenképpen figyeljenek a szemből érkező járművekre, hogy esetleges veszély esetén ők is tudják más hibáját korrigálni. A prevenciós jelleggel megtartott közúti ellenőrzés keretében a rendőrök segítő szándékkal hívták fel az érintettek figyelmét a kerékpárok esetleges hiányosságaira, azok mielőbbi pótlására és a közlekedési szabályok betartására. A 2016-os személyi jövedelmekről szóló adóbevallás beadási határideje május 22-e. Az idei év az első, hogy a NAV közel 4 millió embernek készítette el az adóbevallás tervezetét, hatalmas terhet levéve az adózók válláról. 2017-ben először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készítette el az adófizetők személyi jövedelemadó bevallását. A NAV a bevallás tervezetet március 15-ig tette közzé. Amennyiben a magánszemély rendelkezik ügyfélkapuval, a tervezetet megnézheti és módosíthatja is.
Aki nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal, május 22-ig kijavíthatja, illetve kiegészítheti az erre a célra kialakított elektronikus felületen vagy a postai ügyfélszolgálaton való benyújtással. A közelgő határidőre hívja fel a figyelmet Petkovics Anikó, a NAV Vas megyei sajtóreferense is. Május 22-e a bevallási határidő. Az idei év az első olyan év, amikor az adóhivatal elkészítette országos szinten közel 4 millió ember számára a bevallási tervezetet, ezzel hatalmas terhet levéve az adózók válláról. Megyei szinten ez 118 ezer bevallási tervezetet jelent körülbelül. Ezzel nagy segítséget nyújtanak az adózóknak, hiszen akinek van ügyfélkapuja, ügyfélkapun keresztül megnézve néhány kattintással el tudja intézni a bevallását. Akinek nincsen ügyfélkapuja, még a mai napon is megteheti, illetve május 22-ig bármikor megteheti, hogy ügyfélkaput nyisson, hisz ha megnyitja az ügyfélkaput, akkor azonnal láthatóvá válik számára a bevallási tervezet. Ügyfélkapu nyitására lehetőség van a kormányablakokban is, és itt nálunk az adóhivatalnál is lehetőség van rá. Aki továbbra sem kíván élni ezzel a lehetőséggel, ő lehet, hogy megkapta postán a bevallási tervezetet, ha ezt március 15-ig igényelte. Ha netán nem igényelte, akkor itt személyesen a NAV ügyfélszolgálatokon átveheti, kikérheti. Az adóhatóságtól olyanok is kaphatnak a napokban levelet, akik nem igényelték a bevallás elkészítését. Ennek különböző okai lehetnek. Lehetséges, hogy valami ellentmondás, valami nem egyértelmű adat szerepel az ő bevallási tervezetében. Tehát gondolok arra, hogy például egy hónapra kérte a családi adókedvezményt, 11 hónapra nem érvényesítette. Ez ugye valami olyan dologra ad feltételezést, hogy esetleg elfelejtette, elmulasztotta, és célja az adóhivatalnak az, hogy ne essen el az őt megillető kedvezménytől. Illetve kaphattak levelet, bevallási tervezetet postán azon adózók is, akiknek vagy visszajáró adója van, vagy pedig fizetendő adója. A visszajáró adónál ott meg kell adni, kitölteni egy ilyen kérelemkiegészítést, és azt azon megjelölni, hogy postán kérik a visszautalandó összeget, vagy pedig egy bankszámlaszámot megadni, hogyha számlaszámra kérik az utalást. Akinek fizetendő adója van, arra figyelje, hogy az adóbevallásból keletkező személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség határideje is a május 22-e. Ha netán nagyobb összegű az ő fizetendő adója, akkor kérhet rá részletfizetést a bevallásban. Maximum 6 havi részletfizetést lehet kérni a 200 000 forint alatti tartozásra. Az idei évben is egy regisztrált civil szervezet és egy technikai számmal rendelkező egyház vagy kiemelt költségvetési irányzat részére lehet rendelkezni az adó 1%-áról szintén május 22-ig. Az utolsó napok vélhetően azonban most is a kapkodásról szólnak majd. Sajnos rohamra mindig számítanunk kell, mint ahogy itt a hátam mögött is látszik, tömeg az van minden nap. Pedig rendkívül sok adózónak egyszerű lenne, mint ahogy említettem, az ügyfélkapu segítségével, hogy otthon csak rákattint a gépen, megnézi, és igazából jóvá hagyja a bevallását. Még egy fontos dolog, sokan talán nincsenek vele tisztában, hogy akik megkapták papír alapon a bevallási tervezetüket, őnekik, ha minden adat ezen stimmel, akkor nem kell behozniuk és leadniuk a bevallást. Tehát nekik a hallgatás beleegyezés szabálya szerint a jóvá ez lesz az ő elfogadott bevallásuk. Tehát nem szükséges befáradniuk ide az adóhivatalba, hanem ha nem tesznek semmit és jó az ő tervezetük, akkor az bevallássá válik. Az adózók segítséget kérhetnek a NAV Vas megyei adó- és vámigazgatósága Sárvári ügyfélszolgálatán szerdánként 8 és 15 óra között a Sárvár várkerület 3 szám alatt található járási hivatal épületében. Fágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Hetyési Marianna, DK választókerületi elnöke és Németh Zsolt önkormányzati képviselő tartott lakossági fórumot. Április 26-án este a Rábasömjéni Művelődési Házba várták az érdeklődőket. Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Hetyési Marianna, DK választókerületi elnöke és Németh Zsolt, az MSZP Hida Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselője közös sajtótájékoztatójukat és lakossági fórumokat 4 témakörre szervezték. A nyugdíjjal, az egészségügyel, az oktatással és a munkavilágával kapcsolatban fejtették ki véleményüket. Alapvetően arról van szó, hogy a nyugdíjas évek eléréséhez mindenki képes legyen normális mértékben nyugdíjalapot gyűjteni, és tisztességes nyugdíjat kapni. Aki tanulni akar, az Magyarországon tanulhasson,
aki gyógyulni akar, az gyógyulhasson. És aki egyébként 40 órát dolgozik Magyarországon, az pedig hetente, az tisztességes bért kapjon. Ma azt látjuk, hogy a bérezés vonatkozásában nagyon komoly problémák vannak, hiszen akár Sárváron is, önkormányzati cégek vonatkozásában látható, hogy az esetek többségében, valahol 80%-ban ilyen vagy olyan minimál béren foglalkoztatottak a dolgozók. Ezen mi mindenképpen változtatni szeretnénk. Ami ettől sokkal súlyosabb probléma ma Magyarországon és a magyar belpolitikában, az gyakorlatilag az uszítás és az ellenségkép képzés. Németh Zsolt hozzátette, az ellenségkép képzés azért történik ma Magyarországon, hogy a valós problémákról eltereljék a figyelmet. Vágó István, a DK elnökségi tagja az előtte szólót azzal egészítette ki, hogy a demokratikus koalíciónak van már megoldási javaslata a felvetett problémákra. Érdemes elővenni a demokratikus koalíció programját, mert ez a 4 pont, amiről Zsolt beszélt, ez részletesen ki van fejtve a Sokak Magyarországa programjában. Tehát nem lehet azt mondani, amit én elég sokszor hallok, és ezekre eléggé bosszant is, hogy rendben van, de mondják meg, hogy hogy fogják tudni ezt megcsinálni. Mik lesznek azok a lépések, amelyekkel eljutnak ide? Miért nincs az ellenzéknek programja? A demokratikus koalíciónak van, kérem szépen. Tavaly, februárja óta, több mint egy éve elérhető. Egyébként ez a program olyan, hogy tulajdonképpen ez egy vita alap. Tehát az lenne a nagyon jó, hogyha az ellenzéki pártok, a többiek is ezt szemrevételeznék, véleményeznék, és elindulna egy párbeszéd annak a programnak az alapján, ami már megvan. Ha nekik is van programjuk, akkor azt mellé tesszük, egyeztetjük. A lényeg, hogy közösen lépjünk fel. Nem sokára választások lesznek, a 2018-as parlamenti választásoknál pedig csak úgy tudunk nyerni, mi demokratikus ellenzék, hogyha egy az egy ellen felállásban tudunk kiállni, mondjuk egy fideszes jelölttel szemben. A DK-s fórumot szervező politikusok szerint fel lehet építeni egy sokkal igazságosabb Magyarországot is, ahol a demokrácia és az alázatosság is jelen van, ehhez azonban szükség van a választók támogatására. A Baba Genetika Egyesület és a Danubius Health Spa Resort Sárvár közös szervezésében nyílt Szivárvány a világ címmel jótékonysági kiállítás április 30-án a Hotel Halljában. A tárlat az esélyegyenlőség egyében fogyatékkal, tartós betegséggel élő és daganatos, valamint egészséges gyermekek mintegy 100 alkotását mutatja be a nagy közönségnek. A Sárvári Hotel a társadalmi felelősségvállalás jegyében fogadta a budapesti nyitókiállítás után első vidéki helyszíneként a tárlatot, mondta el Kac Péter szállodaigazgató, a kiállítás sárvári vévnöke. A megnyitón közreműködött Gerbert Judit, a Maminti Színjátó csoport 9 fős a kapella kórusa és a Petszöli Általános Iskola kisdiákjai. A tárlat megtekintése után a művek akár meg is vásárolhatóak. A pénzt az alkotó gyermekek kapják meg. Idén 7. alkalommal állították fel a város civil szervezeteinek és intézményeinek közel 500 fő közreműködésével a Várparkban a Májos faligetet. A sárvári majálison egésznapos programokkal várták az érdeklődőket. Idén 7. alkalommal építette meg a város a civil szervezetek és az intézmények közel 500 fő közreműködésével a Várparkban a Május faligetet. A magyar rekordként elismert faállítás újabb csúcsot ért el, most 40 feldíszített májusfa magasodott a Nádas divár előtt. A fák megtisztítását, díszítését és felállítását ez alkalommal is a hangos beszélőn Kondora István polgármester és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Ferenc Múzeum igazgatója irányította. A legnagyobb 14 méteres fát a Sárvári Hagyományőrző és IASZ Egyesület állította. A fákat a vár külső falának és a belső udvarának kontúrjának sarokpontjait mintázó alakzatban helyezték el. Így felülről tekintve a vár ismert ötszögű vonalai rajzolódtak ki. A város intézményei, egyesületei és civil csoportjai látványosnál látványosabb módon égesítették fel a fákat.
A művészeti csoportok egy-egy kis rövid műsort is adtak a fa kiékelése után. Így emelkedett 2017. május 1-én a Nádasdi vár előtt a magasba a majálisi májusfaliget. Úgy gondoltuk, hogy mivel a hanggal kapcsolatos a CD mindenkinek az jut eszébe, ezért azzal díszítjük, mert ahogy a fény rá világít, úgy mindig megcsillan egyet. Ha elkészült a fa, akkor is nagy munkátok lesz, új bemutatóra készültök. Mennyi idő marad a komoly zenei előkészítő munkára? Most május 1-én kezdjük el az új koncertünknek a kampányát, mától lehet a támogatói jegyeket megvásárolni, és még 2 hónapunk van ahhoz, hogy mindent kifinomítsunk, a dalokat már mindent megtanultuk, úgyhogy már a hangszeres próbák és a koreográfia az, ami ránk vár, és a helyszíni próbák. Mi lesz a meglepetés témája, amit lehet tudni a koncertről? Filmszínház muzsika a koncert címe. Értelemszerűen filmzenéket, színházi zenéket, műzikeleket fogunk énekelni, vagy azokból részleteket. És most egy kicsit, ugye eddig énekeltünk már a imákat, meg öröménekeket, most pedig nagyon sok hálaéneket fogunk énekelni, hogy gyógyítsa a szívünket. Tehát most a lelki gyógyulásról fog szólni ez a koncert. Ezzel a társasággal olyan jó baráti összevetel alakult ki, hogy abban maradtunk, hogy ezt az alkalmat nem hagyjuk ki. Ez egy közösségépítő, egy a város lakói számára is egy élményt jelentő akció és program, amit a polgármester annak idején okosan kitalált, és mi úgy gondoltuk, hogy ez is a frissen alakult baráti társaságunknak egy összetartó, egy nagyon kellemes, piknikes majálist és ünnepet fog jelenteni. Mennyit készültetek a faállításra, és úgy a napra is általában? A legutóbbi összejövetelünkkel megbeszéltük, hogy ki mit fog csinálni. Hál' Istennek fiúk és a lányok olyan összetételben vannak a társaságunkban, hogy van köztük Ács, 2 is szakképzett emberek. Ők ennek az asztalos vagy a fa munkáival besegítettek és tisztában voltak. A lányok pedig roppant szellemesek, ötletesek, és a díszítésbe hozzáfogtak. Hát most itt fél óra alatt gyakorlatilag földíszítettük a fát, megnyúztuk, előkészítettük az állításra, és jó hangulatban sikerült örömmel felállítani. Most már egy pár éves a karitatív krízis csoport, és ebből a kettőből alakult az Arany Rózsa Nóta Klub. Mi nagyon készültünk a faállításra is, meg a díszítésre, egy kis zsúrra is a csoport tagjai, és szeretnénk itt megörvendeztetni a sárváriakat, az ünneplőket, egy kis sárvárias énekkel, ami Sárvárról szól, és elénekeljük itt egy fenyveserdő, lesz itt a várparkban, a sárvári fenyveserdő aljában lesz az első énekünk, és lesz egy kis nótacsokrunk hozzá. Mikor kezdődik majd a műsor? Hát ez nem olyan műsor lesz az asztalunk körül, majd ha végeznek itt a faállításra a csoportok, és akkor várjuk, hogy a polgármester urat is, meg hát a közönség, hogy hallgassanak meg bennünket. Az itt ünneplők, akik a májusfát állítják. Ennek a felállítására a közösségből kértünk embereket. A fa az a Roma Nemzetiségi Önkormányzat színeit mutatja be, tehát a zászlónkat a kék-zöld az alapszín, és a zászlóban egy piros kerék van, ami a cigányság vándorlását jelzi. A magyar kokárda pedig körülötte azt jelenti, hogy mi Magyarországon álltunk meg, és ide tartozunk magyarok közé. Körülkészítünk emberi létszámmal, könnyen felállítottuk a fát, de minden éven itt vagyunk, már veszünk ebbe a mozgalomba, örülőnek, itt lehetünk. A mai nap láttok-e valamilyen feladatot, azon kívül, hogy fát állítottatok, valamilyen, tehát ma szabad nap van nektek is? Van szabad nap, de van szolgálat is. Délután 4 órát, a pardon, 4 órától 6-7 óráig megy a szolgálat. Ez mi feladatunk? Az összefogással sikerült a magyarság egyik régi népszokását, a májusfa állítást, szórakoztató közösségi produkcióvá alakítani. A város majálisán egésznapos programokkal várták az érdeklődőket. A 40 fából álló májusfaliget elkészülte után délben vette kezdetét a civil piknik, amin a fát állítók pihentek meg a ligát fái alatt, elfogyasztva közös ebédjüket a park fűvére terített pokrócokon. A várparkban estig a családi majálison várták különböző rendezvényekkel az odalátogatókat.
A főszervező Kondora István polgármester sikeresnek ítélte meg a majálisi napot. Én egész éjjel nem aludtam, forgolódtam, mert féltem attól, hogy az időjárás megtréfel bennünket, tehát hogy inkább a szél miatt izgultam elsősorban, de úgy látom, hogy egy új technológiát választottunk, hogy folyamatosan építettük, mindig megtöltöttük a gödröket, és úgy jöttünk hátrafele a Várhíd fele, ez szerintem jól sikerült, és egy pontosabb volt, hiszen a balesetmentes faállítás az a legfontosabb dolog. Jól működött a májusvállító gyár, de jövőre van egy még nagyobb cél, 50 éves a város, 50 fával feldíszíteni a várparkot. Van-e ilyen terv, és van-e realitása ennek? Igen, terv van természetesen. A realitása is megvan, hiszen a terepen még körülbelül 10 fának elegendő hely van. Most is látom, hogy van néhány olyan térbeli megoldás, amit még ki lehetne használni. Én szerintem meg fogjuk oldani ezt utána, hogy mi lesz, lehet, hogy egy kicsit azért visszafele fogunk majd jönni, de eddig az elmúlt 6 évnek a faállítása, vagy a 7. évi faállítás nagyon sikeres volt. A faállítás sikerén felbuzdulva a szervezők elhatározták, jövőre Sárvára várossá nyilvánításának 50. évfordulójára fél száz májusra fogja alkotni a ligetet, emlékeztetve a jeles évfordulóra. A Nádasdi Vár folyosó galériájában nyílt meg a Sárvári Fotóklub Egyesület Képről Képre című kiállítása. A 26 alkotók képei az elmúlt egy év terméséből adnak válogatást. Az idén 65 éves egykori városi fotószakkör nyomdokain 2013-ban újjáalakult Sárvári Fotóklub 26 tagjának képei láthatóak a tárlaton. Kondor János, a Művelődési Központ igazgatója köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az intézmény egyre többször biztosíthat helyet a klub alkotóinak bemutatkozásaihoz. A kiállítás megnyitójára május 1-én a Városi Majális egésznapos programok részeként került sor. Megnyitó beszédében Kondora István polgármester arról szólt, hogy ez a majálisi május faállítás is megmutatta Sárvár civil közösségeinek, köztük a néhány éve újra szerveződött fotóklub erejét is. A mi emlékeink is itt vannak a fotókon, hisz ez az a város, ahol működik a klub, és ők azok, akik azokat a pillanatokat is meglátják, amiket a többiek észre sem vesznek, mondta Kondora István. A mostani téma független tárlat is bizonyítja, hogy a klub tagjai a legutóbbi Sárváron tartott kiállításukhoz képest önmaguk is fejlődtek. Ez a kiállítás a fotóklubnak a nagyjából egyéves munkáját foglalja össze. Amikor kiválogattuk, akkor azt hiszem, hogy elég komoly munkát okozott az, hogy azt hiszem, hogy több mint csak nem 200 képből kellett kiválasztani ezt a 48 képet. És ahogy itt a kiállításon elhangzott polgármester úr szájával, hogy több ezer képet készítünk, hát ez így van, több ezer vagy tízezer képet is készítünk, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ami megmarad, ami igazán falra való, az milyen, hordoz egy történetet, hordoz egy történelmet, mond valamit, sugal valamit, kódol valamit, vagy dekódol valamit, és hogy ez sikerül, vagy nem sikerül, ez igazából attól függ, hogy aki nézi, az éppen mit lát a képben. Ha azt látja, mint amit a fotós esetleg továbbítani akart volna, akkor azt hiszem, hogy sikerült. És a képek válogatásánál elég komoly munkát végeztünk azért, hogy ezt a 45 képet kiszelektáljuk, illetve kiválasszuk, és nem egyedül vagyok, aki azt mondhatom, hogy tényleg egy erős kiállítás lett ez a kultúrák részéről. A képek kiállítása előtt jelentős alkotói és háttérmunka zajlik, ami a falakra függesztett fotókon azonban nem látszódik. A klubtok már úgy annyira önállósultak, illetve csoportosultak bizonyos szekciókba, amit már tényleg elég nehéz követni is, ugyanis néha elmennek, vagy elmegyünk, mondhatom többen számba is, de például az éjszakai fotózáson nem voltam ott. Ilyen spontán szerveződéssel elmennek éjszaka csillagot fotózni, elmennek virágot fotózni, elmegyünk eseményeket fotózni. Szóval én azt hiszem, hogy, és ezt mind a klub életnek köszönhető, ugyanis mindezt a klub honlapján, illetve a Facebook oldalunkon szerveződő dolognak köszönhető azt, hogy ezek a kis fotózási túrák, ezek létrejöttek. Most már túl vagyunk azon a fotótanfolyamon, ami igazából megadta az alapját annak, hogy a társaság
az kicsit önálló életet kezdve, életet élve kezdve kezdjen újra fotózni, élvezze a fotózást, fedezzen fel dolgokat, amiket lehet fotózni, és én azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladunk. A Sárvári Fotóklub Egyesület képei május végéig látható a Kanádasdi Vár folyosó galériájában. A Reformáció 500 emlékév sárvári programsorozatában Kátai Zoltán lépett fel az Úristen Magasztalom című előadóestjével a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében. A protestáns hívők számára a zsoltárok éneklése közösségi élmény volt. A Nádasdy Ferenc Múzeum által a reformáció 500. évfordulója emlékére szervezett rendezvényen megjelenteket Takács Zoltán Bálint igazgató köszöntötte. Kátai Zoltán, Tinódi Landíjas énekmondó népzenész, előadásában reformáció korabeli protestáns szerzők zsoltárai csendültek fel, Kobzon és Lanton a Nádasdy Vár dísztermében. Az egyedülálló vállalkozásban nem csak szövegeket, hanem dallamokat is összehasonlíthatott a közönség. A reformáció indulásának az 500. évfordulója ez az év. Egy pályázatot is kiírtak erre, amire mi pályáztunk is, szerény összeget nyertünk is, de ha nem nyertünk volna akkor is megszületett volna ez az összeállítás, ami a 16. századi magyar zsoltár fordítások összehasonlítása. A ma protestánsok által ismert, esetleg közismert zsoltárok Szent Simonár Albert fordításai, és mivel az énekes könyvekben már régóta csak ezek a fordítások szerepelnek, ezért kicsit nagyon háttérbe szorultak, ugye feledésbe merültek más zsoltárfordítók. Hiszen Szent Simonár fordításai 1607-ben jelentek meg Herborn nevű német kisvárosban. Ez majdnem 50 évvel korábban, 1560-ban Huszár Gál már kinyomtatja az ő énekeskönyvét, rá két évvel Szegedi Gergely, annak alapján egy másikat. Tehát voltak itt azért nagy zsoltárfordítók, már Szent Simonár előtt is. Az megint más kérdés, sőt, hát még Balassi is fordított zsoltárt. Ez megint más kérdés, hogy Szent Simonár fordításai azok, amik nagyon pontosak, tömörek, kifejezőek és hűek a zsoltárok könyve beli ószövetségi zsoltárokhoz. A verses zeneszámok között rövid magyarázatokat fűzött Kátai Zoltán a művekhez, amelyekből így az 500 év előtti kor és művészei is megelevenedtek. A protestáns hívők számára a zsoltárok éneklése közösségi élmény volt. Magyar nyelven már a reformáció előtt is felhangzottak a szövegek, de Isten tiszteleteken kiemelt szerepüket a reformáció nyomán nyerték el. A latin helyett nemzeti nyelven sokkal többen érthették meg a szövegek értelmét. A zsoltárok elterjedését az akkoriban hazánkban is kibontakozó nyomdászat is elősegítette, utalt a sárvári Nádasdy udvar jelentőségére Kátai Zoltán. Az utolsónak felhangzott 130. zsoltár pedig azt mutatta meg, mennyire változatos a 16. század reformációjának zenei világa. E zsoltár dallama jelentette a nemzeti himnuszunk alapját is. Kátai Zoltán ősszel ismét fellép a Nádasdy Múzeumban a reformációi emlékév sorozatában. Okaj szőlő veszein, nektárt csepegtettél, zászlón gyakran plantálád. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. Május 8-án hétfőn 10 órakor a születésfája ültetésével veszi kezdetét a születés ünnepe rendezvény sorozat az Arborétumban. Május 9-én kedden 9 óra 30 perctől nyílt nap lesz a sárvári Cseperedő bölcsödében. 13 órától anyáknapi ajándékkészítésre várják az érdeklődőket a sárvári vármelléki óvodába. 17 órakor kezdődik a gyermeknevelés útvesztői Boldog pillanatok a labirintusban című előadás a Várházasság kötőtermében. Előadó Barbalics Andrea és Pócikné Kis Adél gyógypedagógusok. Május 10-én szerdán 10 órától ringató foglalkozás lesz a Várparkban, Gerbert Judittal 16 órától játékos foglalkozást szerveznek a sárvári Csicsergő óvoda műfüves pályáján.
Május 11-én csütörtökön 10 órától gyermekelső segély és újraélesztés címmel Szabó Zoltán mentőtiszt tart előadást a gyermekkönyvtárban. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az elsők között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kultúrált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Új modellekkel bővült a Renault eddigi színes palettája. Megérkezett autószalonunkba az új Renault Scenic és Grand Scenic, amely a teljesen megújult külső mellett számos innovatív vezetéstámogató technológiával is rendelkezik. A klasszikus vonalvezetésű lépcsős hátú Megánnal egészült ki az új Megán család. Az új Megán Grand Coupé harmonikus és elegáns megjelenése magára vonza a tekintetet. Május 22. Egy határidő, két fontos tennivaló az ügyfélkapun. Először, ellenőrizze és hagyja jóvá ESJ a bevallását. Másodszor, ajánlja fel adója 1+1%-át civil szervezetek, alapítványok, egyházak vagy tehetségek támogatására. Önnek csak egy kattintás, nekik egy éves működés. Ügyeljen a határidőre. Május 22. Készült a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából. Április 21-én ismét megrendezte a Sárvári Csicsergő óvoda a Sárvári Nemzetközi Óvoda játékokat a gimnázium sportcsarnokában. A sárvári óvisok mellett két testvérvárosunkból is érkeztek gyermekek a megmérettetésre. Az óvisokkal, szülőkkel és érdeklődőkkel megtelt csarnok igazi rangos sportesemény képét mutatta, miután a csapatok Gyűrűs Barbara, Junior EB bronzérmes, a súlyemelő diákolimpia országos bajnoka felvezetésével bevonultak. A sárvári nemzetközi óvodajátékokra cseh és osztrák testvérvárosainkból is érkeztek óvodások, így a házigazdákkal együtt öt kis csapat mérettette meg magát. A város nevében Márti Vadar alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy mára nemzetközivé nőtte ki magát a rendezvény, amely hozzájárul a testvérvárosi kapcsolatok erősítéséhez. Dr. Hegedűs Csaba, Sárvár díszpolgára, olimpiai bajnok birkózó megnyitó beszédében az olimpiai eszme fontosságáról beszélt. Mint mondta, lényeges, hogy a gyerekek már kicsi korban megismerkedhessenek a sport határokon átívelő, barátságokat teremtő erejével. A rendezvényt megtisztelte még jelenlétével a német és cseh testvérvárosi delegáció, Ák Péter országgyűlési képviselő, dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző, és természetesen Kondora István, Sárvár polgármestere. Nemzetközi kapcsolatokban nagyon jó, hogyha már egészen pici korban elkezdjük ezeket építeni, mert abban reménykedem, hogy egy pár év múlva, akik most versenyeznek, azok lesznek a nemzetközi kapcsolatoknak a gondozói. A másik oldalról pedig nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valóban a mozgást, a versenyezésnek egy játékos formáját a fiatalabb korosztály is magáinak tudhatja, és hát egy kicsit ilyen izgalmakkal, versennyel, egyébbel teli dolgot tudjanak produkálni. Én szerintem a lehető legjobb időben, mármint hogy belül legjobb időben tudtuk ezt megszervezni ebben a tavaszi időszakban, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos versenyzés, vagyis játékos versenyzés veszi majd itt kezdetét a teremben. A nemzetközi óvodajátékok során az öt csapatnak számos feladatban kellett összemérnie az erejét és az ügyességét.
az első ovi olimpiánkat 2005-ben rendeztük, és a nagy sikerem felbuzdulva az olimpiát követő években mindig rendeztünk, és 2009-ben már ez nemzetközivé vált. Innentől 4 évente mindig nemzetközi. A neve egy kicsit időközben változott, most már második alkalommal a Sárvári Nemzetközi Óvoda Játékok címet viseli ez a kis rendezvényünk, de a múltból az ovi olimpiára emlékezünk mindig. Mennyire élvezik a gyerekek, miért fontos, hogy ilyenben részt vegyenek? A mozgás megszerettetése központi helyen szerepel óvodánk pedagógiai programjában. Nagyon fontos, hogy a gyerekek már ilyen pici korban találkozzanak. Akárha szurkolóként is, mert most itt szurkol óvodánk apraja, nagyja, és buzdítja a versenyző gyerekeket. Azt szeretném én, és ez a célom vele, hogy mindenkivel megszerettessük a sportot. Ha versenyzőként valamikor köszönhetünk óvodásainkat majd az évek során bárhol, akkor nagyon-nagyon fogunk neki örülni, de annak is örülünk, hogy a közösségi nevelésben is óriási jelentősége lehet egy ilyen rendezvénynek, amikor csak szurkolóként vesznek részt. Osztrák testvérvárosunk delegációja Thomas Reid polgármester vezetésével szurkolt végig az óvodások sportversenyén. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény azért jó, mert így a legkisebbek is megélhetik a testvérvárosi kapcsolat lényegét, és ezáltal a népeink közötti barátság is szorosabbá válhat, mondta Thomas Reid. Cseh testvérvárosunkból, Uherské Hradištěből is komoly szurkolótábor érkezett a sportversenyre, az osztrákokhoz hasonlóan. Egyrészt Uherské Hradiště városának mindig is fontos volt, hogy a testvérvárosokkal jó kapcsolatot ápoljon. Nagyon örülünk annak, hogy már ilyen fiatalon tudnak a gyerekeink találkozni, és megmutathatjuk nekik, hogy milyen barátságosak a szomszéd népek, így a magyarok. Másrészt úgy látom, hogy hozzánk hasonlóan Sárvárnak is fontos a gyerekek egészséges életmódra nevelése, és örülök, hogy ebben is partnerek lehetünk, mondta Dagmar Vackova, az Uherské Hradištěi polgármesteri hivatal vezetője. A nemzetközi óvodajátékok után a zsűri nem helyezéseket adott ki, hanem azt pontozta, ki miben volt a legjobb. Ezzel kicsit mindenki győztesnek érezhette magát. A Sárvári Csicsergő óvoda egyes csapata a legügyesebb, kettes csapata a leggyorsabb, a Bocskai úti óvoda csapata a legedzettebb, a Zonták Gergiek a legkitartóbbak, az Uherské Hradištěiek a legbátrabb díját vehették át. Második helyen végzett az MB2-es férfi teke csapatbajnokságban a Kinizsi Kékolyó csapata. Ezzel az eredménnyel kis szerencsével ősztől az MB1-ben folytathatják a sárváriak. Az idei utolsó NB2-es bajnoki mérkőzést április utolsó hétvégéjén játszotta a Kinizsi Kékgolyó NB2-es férfi teke csapata. Azt már a felnőtt mérkőzés előtt tudták, hogy a bajnoki cím kizárólag egy 7-1-es győzelem esetén érhető el, amihez viszont még szükség lett volna a rivális Petőháza vereségére is a báza keretje otthonában. A csapaton belül már korábban megegyezés született, hogy az utolsó hazai bajnoki mérkőzésen a szakosztály azon játékosai is játék lehetőséget kapnak, akik munkahelyi elfoglaltság, egészségügyi okok, sérülések miatt kevesebb szerepet kaptak a bajnoki szezonban. Fodor Lajos, Németh Attila és Bejci Tamás gurítása után a félidőben 2-1 és 51 fa előny volt ide. A második játékrészben Csirkovics Lajos és az 50 gurítás után váltó Baranyai Ernő, valamint a Tóth Zoltán, Farkas Imre páros is remek eredményt gurítva gyűjtötte be a további 2 csapatpontot. A befejező sorban Rozmán Szabolcs közepes formát gyújtva is hozta a kötelező csapatpontot. Hoztuk a kötelezőt. Minden számunkra az, hogy a bajnoki címe esélyesek legyünk és megnyerjük ezt a bajnokságot, ez a győzelem mindannyian kötelező volt. Az alakaros csapat egy nagyon szimpatikus, nagyon baráti társaság, de a pályán nincs barátság, kötelező győzelem 7-1-re győztünk. A Sárvári Kinizsi Kékgolyó a Petőháza győzelme miatt végül az NB2-es tabella második helyén zárta a bajnokságot. Ezzel történelmet írtak, hiszen ilyen jó eredményt korábban nem értek el. Nehéz szíveken mondanunk, a bajnoki cím sajnos nem sikerült. Mindent megtettünk, az utolsó 4 fordulóban a 4 kötelező győzelmet behúztuk, viszont volt egy elmaradt mérkőzése a riválisnak, amelyet nagyon felkészülten behúzott ő is,
így egy ponttal megelőzve bennünket, ők végeztek az élen, Sávárkin is. Kégolyó eső csapata pedig a második helyen végzett. Én 30 éve vagyok igazolt játékos a Sávári Kinzsi Sportegyesületének a tekeszakosztályban. Nemhogy nem emlékszem rá, még álmaimban sem voltak ilyenek. Voltunk már közel hozzá, de ennyire még nem, de ez a második hely is gyönyörű szép. A felnőtt csapat mellett az ifjúsági Rozmán Szabolcs is remekül teljesített a szezonban, hiszen Zsinórban negyedszer lett ifi bajnok. 2011-ben kezdtem el tekézni, akkor jöttem be egy próbajátékra augusztusában a Sárvárra, és akkor a Doki mondta, hogy szeretné, ha leigazolnák ide az MB2-es csapatba, akkor még ugye csak tartalékba, és akkor úgy egyre jobban ment az edzésen a játék, és fél évkor már a másik ifjúsági játékos helyett én dobtam, ugye akkor még az ifi bajnoksága nagyba számított, tehát azt nem díjazták. Így az az év lement, a következő évben harmadik helyen végeztünk az ifibe, és az elkövetkező 4 évben, maival együtt, vagy az idejével együtt, negyedszer lett meg az első hely. Szabolcs az idei szezon során 2016. decemberében Kazincbarcikán megnyerte az országos ifjúsági bajnokságot is. Ez volt az utolsó évem, mindenképp úgy indultam a verseny, mikor bekerültem, hogy szeretnék legalább a dobogon végezni, ami szerencsére jól sikerült, mert aznap megsikerült nyernem 628 fás egyéni rekorddal. Ez kétnapos verseny volt, az elsőt ugye sikerült arannyal zárni, akkor másnap volt egy sprint verseny, ahol a legjobb 8-ba jutottam, és a két napot nézve ugyanúgy megnyertem az összetettet is. A Sárvári Kinizsi Kék Golyó NB2-es teke csapata valószínűleg tehát ősztől a második hely ellenére is elindulhat az NB1-es bajnokságban. Ugye úgy néz ki a helyzet jelen pillanatban, hogy az első helyzet Petőháza nem vállalja az NB1-es indulást, így alanyi jogon a második helyzet felkerül. Ha a második sem vállalná, akkor kerülnek sor osztályozóra. A Petőházával is jó viszont ápolunk, így azok a hírek jöttek tőlük most már hivatalosan is, hogy valószínűleg nem fogják vállalni az NB1-es szereplést, így ez a lehetőség, ez jár a Sárvár Kinizsi Kégolyó esélynek. A játékosok nagyon szeretnék, a nézők nagyon szeretnék, ennek viszont vannak feltételei, nem anyagi feltételei, inkább az, hogy a csapat létszámot bővíteni kell. Itt a dobás szám már 100-ról 120-ra növekszik, fizikálisan is jobban kell bírni, így minden játékossal egyesével le kell ülni, hogy tudja elvállalni a játékot, nem tudja elvállalni, illetve utánpótlásban úgy néz ki, hogy amíg az NB2-ben egy utánpótláskorú játékos volt kötelező, az NB1-ben már 2 utánpótláskorú, tehát még van már egy ifjúsági játékosunk, aki szépen tanulgat az elmúlt egy évben állunk. Szabolcs sajnos kiöregedett, tehát őrá már nem számolhatunk, tehát a következő évadban ő már csak a felnőtt bajnokságban fog játszani. Így igen, most keresgetősben vagyunk, hogy a környéken a tekeszerető fiatalok közül megnyerjünk egy játékot. A csapat tagjai az utolsó bajnoki mérkőzést követően a városi temetőben fejet hajtottak és virágcsokrot helyeztek el az egykori szakosztályvezető Szabó István Doki sírjánál. A napot Bankett zárta. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Flex Futasárvár, Gurulasárvár Futó és Görkorcsolya Fesztivált. Egy igazi családi sport délutánra várják az érdeklődőket május 13-án 16 órától a Postatérre. A családi futás mellett 5 és 10 kilométeres távol lehet nevezni a futóversenyre. A görkorcsolyásoknak 3 kilométeres távot kell megtenniük. Nevezni lehet a sarvartinodi.hu weboldalon. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Közel 1 milliárd forint értékben kapott Sárvár uniós forrás több beruházásának a megvalósítására. A sárvári TDM iroda lett az ország első kutyabarát TDM-je, a cím átadásán 4 lábú kedvencek is voltak. Közlekedésbiztonsági akció volt a Sárvári Ipari Parkban, tanácsokat és láthatósági mellényt osztottak a rendőrök. Május 22-éig kell benyújtani a 2016-os személyi jövedelmekről a bevallást, több mint 4 millió emberét a NAV készítette el. Vágó István a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja Németh Zsolt önkormányzati képviselővel tartott fórumot. Idén 7. alkalommal állították fel a város civil szervezetei és intézményei a Május faligetet. A Nádasdivár folyosó galériájában nyílt meg a Sárvári Fotóklub Egyesület Képről képre című kiállítása. A Reformáció 500 emlékév Sárvári programsorozatában Kátai Zoltán lépett fel a múzeum dísztermében.
április 21-én ismét megrendezte a Sárvári Csicsergő óvoda a Sárvári Nemzetközi Óvoda játékokat. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk május 6-ai adását látták. Új pénteki mozaikkal május 12-én jelentkezünk, amelyben Kátai Zoltán énekmondó előadásáról készült felvételünket láthatják. Új közéleti magazinnal pedig május 13-án jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, és ne feledjék rádióikat a 96.5-re a Sárvár Rádióra hangolni. A viszontlátásra!